Tavaly év végén még egy fontos döntést hoztak, miszerint elnök úr előterjesztésére a megyei közgyűlés egyhangulag elfogadta különválási szándékát Budapesttől, és ez szerint 2013-tól önálló régiót alkotnának. Ez miben jelent segítséget a megyének, milyen előnyökkel jár ez a megye számára? Nagyon érdekes, hogy Pest megye a közép-magyarországi régióban Budapesttel közösen az egyik legnagyobb lehetőség kapujában volt 2007-ben, hiszen ebben a költségvetési időszakban egy nagyon nagy fejlődési potenciált és nagyon nagy összegeket kaphatott volna arra, hogy fejlődjön. Mi már akkor is mondtuk, hogy a fővárossal való együttműködés ez sok esetben inkább átok, sem mint áldás, és a tavalyi évben ki is derült, hogy a források lehívásának több mint 80%-át a főváros, és kevesebb mint 20%-át a Pest megyei települések kaphatják meg. Azt gondolom, hogy sem a nagyságunk, sem a területünk nem indokolja ezt a méltatlanságot, és a Pest megyében élő emberek pedig nem érdemlik meg, hogy alacsonyabb rendűnek tekintsék őket, mint a fővárosban lakókat. Így hát egy viszonylag hosszú harc után a települések véleményét is kikérdezve elmondhatjuk azt, hogy megszületett egyhangúlag az a döntés, ami most már nem politikai síkra tereli ezt az egész megállapodást, hanem az emberek érdekeit próbálja meg figyelembe venni. És azt mondhatjuk, hogy ha ezt meghoztuk volna néhány évvel ezelőtt, akkor minden évben Pest megyei projektekre, Pest megyében élők mindennapjainak segítésére több mint 40 milliárd forintot lehetett volna fordítani. Ez azt jelenti, hogy minden család közel 1 millió forinttal több segítséget kaphatott volna az életének javításához, mint amennyit megkapott. Innentől kezdve azt gondolom, hogy a következő 7 éves költségvetési időszakban ezt a pénzt most már tényleg arra lehet fordítani, ami fontos, hogy mi pestmegyeiek egy kicsit jobban tudjunk élni.